az OECD országok körében Magyarországon messze a legnagyobb a reálbér csökkenés. Az OECD országokról röviden néhány szót azért ejtenék. Ez a legtöbb európai országot magába foglalja, illetve az észak-amerikai kontinenst és még néhány dél-amerikai országot is. És a 2023-as év első negyedévének felméréséből az derült ki, hogy Magyarországon 15,6% reálbér csökkenés. És ha egy teljes átlagot nézünk az összes OECD ország körében, ott csak 3,8%-os átlag csökkenésről van szó. Ennek oka nem titok, a rekordmagas magyar infláció, és az, hogy a béreket nem emelték megfelelően az inflációhoz igazítva. Azt bár tudjuk, hogy ezt nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni, azt viszont mérhetetlenül cinikusnak tartjuk, amit Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter mondott, mikor megkérdezték tőle, hogy Magyarország miért teljesít ezekben a mutatókban ilyen rosszul. Azt mondta, hogy észlelték a problémát, de nem várható javulás. A Mi Hazánk mozgalom szerint viszont ennek oka az, hogy a magyar gazdaság rendkívül kitett a globális nagytőkének, mind keleti, mind nyugati irányba, és nem is akarja a kormány, nincs is stratégia arra nézve, hogy letegye az önálló magyar nemzetgazdaság alapjait, amelyet a Mi Hazánk mozgalom szorgalmaz, amely hazai feldolgozóiparra épülne. Ezt mindenképpen már most meg kellene kezdeni, 180 fokos fordulatra volna szükség, és hogy azonnali eredményeket is fel tudjunk mutatni, erősíteni kell a szakszervezeteket, a kormánynak partnerként kell tekintenie rájuk, és a szakszervezeteknek is bátran kellene kiállniuk a magyar dolgozókért, és megkezdeni azokat a bértárgyalásokat, amelyeket sikerre vihetnének, és igazodnának a magyar bérek a jelenlegi rekordmagas inflációhoz.